A családommal 8 éves koromban költöztünk ki Csömörre, a 16. kerületből, és az ott elérhető sportok közül a kézilabda virágzott akkor a leginkább. Csömörnek egyébként egy nagyon nagy kézilabdás történelme van, a fiúk nagyon sokáig NB1-be játszottak, a női csapat is NB1-be kelet bajnoki címet szerzett 2007 vagy 8 körül, és mivel akkor ez vallás volt Csömörön, akkor a kézilabda egyből felé, a sport felé irányultam. Igazából soha nem volt olyan kapusunk, aki mérkőzést tudott volna nekünk nyerni, mert általában ugye ebben a korban, főleg 7-8 évesen még inkább azok állnak be a kapuba, akik esetleg lusták futni a pályán, de hát aki a pályán lusta futni, az a kapuban is lusta megmozdulni, úgyhogy nagyon nem volt eredményes játékosunk, és én pedig beálltam olyan alapon, hogy lehet, hogy nem én leszek a legügyesebb, de legalább foggal körömmel fogok küzdeni azokért a labdákért, és jött a sikerélmény. A szüleimnek igazából nem volt ellenvetésük azzal kapcsolatban, hogy én profi szinten elkezdjek kézilabdázni, de egyetlen kikötésük volt, hogy tanuljak mellette. És akkor ezt így sikerült megvalósítani, hogy kimentem Franciaországba, egyetemre jártam és mellette kézilabdáztam. A francia ember borzasztó befogadó tud lenni, amikor látja az erőfeszítéseket a külföldi részéről, hogy beintegrálódjon a társadalomban. Tehát ugye angolul nem nagyon szólalnak meg, de onnantól kezdve, hogy látják, hogy a külföldi megpróbálja megtanulni az ő nyelvüket és makogva, de kifejezi magát, onnantól kezdve pedig szívüket, lelküket beleteszik abba, hogy tanítsanak. A francia kézilabda, ugye ez egy latin kézilabda, nagyon, nagyon sok mindenben különbözik a magyar játékstílustól. Itt elsősorban ugye a védekezésre, kemény védelemre és abból a lerohanásra fektetjük a hangsúlyt, míg a franciák a látványos játékot részesítik előnyben. Tehát nekik teljesen mindegy, hogyha 40 gólt kap a csapat egy meccsen, hogyha ők 41-et tudnak lőni, minél inkább végigrohanni az ellenfélen, gyors gólokat lőni és látványosan kézilabdázni. Mindig is úgy gondoltam, hogy Franciaország az egy állomás lesz az életemben, de nem fogok örökre ott maradni. Eredetileg 3 évet terveztem ott maradni, ebből lett 8, úgyhogy a 8. végén tényleg úgy éreztem, hogy akkor itt lefutottam minden létező kört, és mindig úgy gondoltam, hogy haza fogok még jönni. Ugye ezt már korábban is említettem, hogy nekem nagy álmom volt Magyarországon NB1-be pályára lépni, és ezzel a céllal jöttem haza, hogy ezt még megvalósítanám. 8 év külföldnek megvan az a hátulütője karrier szempontjából, hogy az ember eltűnik úgymond a térképről, és videókkal is, főleg kapusposzton azért elég nehéz meggyőzni a vezetőedzőket arról, hogy valaki értékes játékos. Ezért úgymond kénytelen voltam visszamenni egy évre NB1-B-be, amit nem éltem meg különben visszalépésként vagy büntetésként. A felkészülés szerintem életem egyik legintenzívebb felkészülése volt, annak ellenére, hogy Franciaországban például sokkal nagyobb súlyokkal vagy nagyobb edzésterhelés mellett dolgoztunk, mégis itt érzem azt, hogy fizikálisan a legjobb fajta terhelést kaptam a 20 éves pályafutásom során. A csapaton belüli impulzusok, hát ez lehengerlő volt az első pillanattól kezdve. Rendhagyó módon indult ez az egész, mert először próbajáték kereteink belül kellett itt bizonyítanom, hogy beillek ebbe a közegbe, nem csak mint játékos, hanem mint ember, de minden percét imádtam.